Max Rádió. Politikamentesen, csak pozitív hírekkel. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója. Természetes forrásból készült termékek. Európa 7 országában, Magyarországon több mint 2000 üzletben és online. Vitaking.hu. Csodás délőttet kívánok, kedves Max Rádió hallgatók, a mikrofonnál Max-et halljátok, és ahogy ilyenkor lenni szokott, itt van velem szakértünk a Vitaking Kft. Részéről, Nagy Zsolt. Szia! Szervusz Max, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Rengeteg hallgatói üzenetet kaptunk, úgyhogy csapjunk is bele. Béla nevű kedves hallgatónk már többször írt nekünk, és a halolajjal kapcsolatban szerintem most már nagyon sok információt megkapott, de hát ismételten írt nekünk, amit nagyon szépen köszönünk. Így szól az üzenet. Sziasztok! Köszönöm a halolajra kapott részletes választ, korrekt volt. Ma is van kérdésem, remélem nem baj, de a Max Rádió szakértője hiteles nekem, ezért bátrabban kérdezek. Mi a különbség a patikában kapható C-vitamin a gramra kérhető aszkorbinsav között? Kíváncsi vagyok a szakértő véleményére, mert Max-től többször hallottam már, hogy a por a jó. Kedves Béla, mindjárt válaszol neked a szakértő, csak előtte elmondom, hogy igen, valóban nekem ez egy ilyen veszőparipám, hogy rendszeresen mondom mindenkinek, hogy a por alapú C-vitamin az aszkorbinsav, az szerintem az a jó, de kíváncsi vagyok Zsolti véleményére. Mindenkinek az jó, amit ő úgy gondolja, hogy jó neki. Ugye van, aki nem szereti azt, hogy mondjuk egy kanálkával kell adagolgatni a vitamint, és akkor az úgy körülbelül lesz mondjuk 1000 vagy 500 mg. A patikában lévő az ugyanúgy elaszkorbinsav, vannak benne különböző tablettázó anyagok egyébként minden ilyen készítményben, talán a kapszulások olyanok, amikben kevesebb van, hiszen azt el lehet úgy is készíteni, hogy csak mondjuk a kapszula anyaga az egyetlen plusz hozzáadott dolog. Jól oldódik az aszkorbinsav vízben, könnyen fölvehető. Vannak olyan területek, ahova elegendő egyébként az aszkorbinsav, de azt talán nálad Max már meséltem, hogy a Szent Györgyi, amikor kutatta a C-vitamint, akkor pont például az ereknek a problémájára keresett megoldást, és hát azt vette észre, hogy amikor egy ilyen nyers paprika kivonatot, C-vitamins paprika kivonatot próbált használni a viszerek állapotának a javítására, az nagyon jól működött, viszont amikor teljesen letisztították, és csak aszkorbinsav lett a végén, pedig ez is a paprikából kivolt, tehát elaszkorbinsav, akkor nem olyan jól működött. És azt vett észre, hogy valami hiányzik, és akkor kezdte el kutatni egyébként a bioflavonoidoknak a területét, hogy azért egy növényben van egy csomó minden olyan egyéb anyag is, ami segít abban, hogy mondjuk egy érfal jó legyen, de egy megfázás esetén abszolút jó a C-vitamin, ott arra van szükség. Az erek állapotának javításához viszont szükség van sok minden egyébre is, például a bioflavonoidokra. De egy dolog például nekem még eszembe jutott most, hogy én ami miatt szeretem egyébként ugye a port, mert bekeverek többet, és akkor úgy tudom kortyolgatni napközben. Én nem eszek meg egyszerre 1000 mg-ot egyébként, mert a felszívódás szempontjából, hasznosulás szempontjából ezt vették észre, hogyha mondjuk egy ilyen óránként körülbelül 500 mg-hoz jut hozzá a test, azt sokkal nagyobb százalékban hasznosítja, mintha egyszerre 1000 mg-ot. Bár láttam olyan kutatást is, ahol viszont ha már valaki elkezdett nagyobb mennyiségbe C-vitamint fogyasztani, akkor nagyságrendekkel megugrott a felvevő képesség és a megtartó képessége. Tehát a C-vitaminnak a vérben sokkal tovább megmaradt, mint egyébként annál, aki csak ritkán hozzányúl egyszer-egyszer. És ez ettől függetlenül ez egy jó dolog, hiszen amikor növényeket ettünk, akkor valószínűleg sokkal többhöz jutottunk, de ott valószínű, hogy sokkal inkább el volt osztva nap folyamán. Érdekes, amit mondasz egyébként, mert hogy ugye most már mi hosszú hónapok óta vitakinges aszkorbinsavat használjuk, ugye veszünk egy tégellyel, nem is tudom hány, tehát nagyon nagy mennyiség van ebben, és nagyon sokáig elég, és én úgy használom, hogy télen mindig a teába keverem bele, nyáron pedig limonádét csinálok belőle. Nem tudom, hogy jól teszem-e egyébként, mert erről még nem beszélgettünk, Zsolti, de hogy nekem ez vált be? Abszolút jó, ne legyen forró a tea, tehát ugye az egy dolog van, gyakorlatilag ilyen
Egyébként is, amikor kényelmes hinni, akkor már nem annyira forró, tehát ne az van, hogy leforrázom a teát és egyből belerakom, hanem amikor már meghűlt egy olyan hőmérsékletre, hogy fogyasztható, addigra már körülbelül jó lesz olyan szempontból is, hogy belerakhatod a C-vitamint. Oké, megnyugodtam, jól csinálom. Marika üzenetével megyünk tovább, aki szintén írt nekünk néhány héttel ezelőtt. Ugye arról érdeklődött akkor Marika, hogy a kaja előtt, kaja után mikor jó bevenni a vitaminokat, és tanácstalan volt, ismételten írt nekünk. Szia Max, köszi a választ, de sajnos még mindig nem tiszta ez nekem, mert nem tudom, hogy melyik vitamin nem szabad bevenni kaja mellé. Kérlek, kicsit beszéljetek arról is, hogy a vitaminok bevételi ideje mi alapján van meghatározva, hogy melyiket nem szabad este már bevenni. Ezt hogy lehet megjegyezni? Mindent nem lehet reggel. Kedves Marika, igen, ez nehéz ügy a megjegyzés. Egyébként én is belefutottam már ebbe, hogy olyan vitamint vettem be este, amit nem kellett volna, és megmondom őszintén, nem tudtam normálisan aludni. Zsolti? Alapvetően azt mondom, hogy ugye, ha megnézzük azt, hogy a táplálékunkban is vegyesen vannak benne a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, akkor az a célszerű, hogy valahol az étkezés környékén, vagy egy nagyon picivel előtte, vagy közben, vagy a végén, amikor el tud keveredni a többi élelmiszerrel, és ami esetlegesen nem volt tökéletes mennyiségű az én felhasználásomhoz, akkor az ott ugyanúgy a táplálékkal együtt fog bekerülni. Viszont van egy-két olyan B-vitamin, ami mondjuk élénkíti mondjuk az agyat, például a C-vitamin is egyébként ilyen, vagy a B-vitaminok, főleg a B1 vitamin, azokat nem annyira célszerű este bevenni, hanem inkább vagy kora délután, vagy ebédnél, mert attól függetlenül, hogy mindjárt a bevétel után például egy B1 vitamin vagy a B-komplex az élénkít, de ha megfelelő mennyiségben van benne a szervezetben, akkor például jobban is lehet tőle aludni, csak ne egyből utána menjen az ember aludni egy-két órán belül, amikor elfogyasztotta, hanem az ténylegesen bekerüljön a helyére, és akkor már tudjon olyan átalakításokhoz hozzájárulni, ami például mondjuk nyugtatja az agyunkat, és pihentetni fog. De közvetlen kaja után még egy B1 vitamin azért egy ilyen egy-két órán belül azért elég élénkítő tud lenni, és a C-vitamin is. A többit azt alapvetően egyébként lehet bármikor szedni, de ugye az étkezésre is azt szokták mondani, hogy 3 órával lefekvés előtt már ne nagyon együnk, úgyhogy ez ugyanígy igaz a vitaminokra is. Tehát tulajdonképpen Marikának az a legjobb, hogyha így vacsora környékén, amit beszed vitamin, hogy utána legalább 2-3 óra teljen el a lefekvésig. Ja, inkább 3-4. A multivitaminokat azt egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy reggel meg délbe együk inkább. Ásványanyagok közül magnézium, az pedig simán mehet este is. Közben rájöttem, hogy nekem akkor a B-vitamin volt a ludas egyébként, amikor nem tudtam aludni, mert hogy akkor tényleg én már szerintem vacsora után vettem be, és aznap pont későn vacsoráztunk, és valószínűleg ez volt az oka ennek akkor, hogy mert nem tudtam máshova tenni a dolgot, hiszen alapvetően én nagyon jól alszom, és aznap este volt ez. Nagyon egyszerűen megoldottam, mert hogy onnantól kezdve nem mertem bevenni igazából már este semmit, inkább reggel délbe. Tudod, az a biztos, inkább arra mentem rá. De tényleg az a jobb egyébként reggel délbe. Oké, menjünk tovább. Gábor írt nekünk egy érdekes üzenetet. Sziasztok! Az embereknek egyáltalán nincs szüksége vitaminra. A leghatásosabb vitamin az életkedv és a jó humor. Vannak kivételek, amikor az immunrendszerünk rottyon van, de azért szerintem túl van ez hype-olva. Kedves Gábor, én nem is mondok semmit, inkább átadom a szót Zsoltinak. Ezt így nagyon nehéz eldönteni tényleg, hogy mire van szüksége. Én azt gondolom, hogy ha valaki nagyon speciálisan tudja összeválogatni a kajáját, akkor nagyon sok mindenhez hozzá tud jutni, de vannak még akkor is olyan külső tényezők, amik talán egy kicsit mások, mint akár pár száz éve, vagy akár 10-20 éve, és nem is beszélve arról, hogy amikor például ugye kialakult a testünknek a
a jelenlegi formája, hogy milyen tápanyagok jó nekik, akkor is más volt. Hát, hogyha csak azt megnézi bárki, hogy mondjuk mennyi környezeti hatás van körülötte szennyezésben, levegő, víz, és hát a sajnos az élelmiszerekben is, de minden, ami körülvesz minket. Tehát igyekszenek az utóbbi időben ugye változtatni a különböző építőanyagokon az emberek, hogy ne legyen annyi olyan oldószer bennük, ami aztán kipárolog a környezetünkbe, de azért ez most is egy probléma tud lenni. A kaja az nem közvetlenül akkor jut el hozzád, amikor régen, hogy levágta a csirkét, megsütötte kész, hanem különböző ellátási láncokon keresztül jutunk a kajához, ahol tartósítószerek is kerülnek az élelmiszerekbe, tehát azokkal is kell valamit kezdeni, hiszen pont a tartósítószernek az a lényege, hogy ne romoljon az a késztermék, és akkor, hogyha gátolja úgymond az enzimeknek a működését, meg a mikrobáknak a működését, az ugyanúgy a belegben is valamilyen szinten gátolni fogja, mert azt nem tudja megmondani valaki, hogy mondjuk a felhasználási időn belül mondjuk abba a két hétbe, vagy akármi, amit kapott az a húskészítmény, ilyen felvágott, vagy ilyesmi, az melyik időszakában fogod elfogyasztani, tehát neki a végéig is meg kell őrizni a romlan, tehát azt, hogy ehető marad, de nem romlott meg. És hát ugye az anyag akkor is benne lesz a húsba, amikor megetted, vagy abba a felvágodba. És hát azért ezeket valamivel kell kompenzálnod, tehát valahogy rá kell segíteni a dolgokra, de mindenki élje úgy az életét, ahogy szeretné. Én pont meséltem már itt a rádióban, hogy olvastam egy könyvet az utóbbi időben, most már a végére értem, az Alzheimer korról szólt, és nagyon érdekes volt olyan tekintetben is, hogy vannak olyan anyagok, amik egyszerűen csak ilyen, tehát étkezési szokás változtatásokat vezettek be az embereknél azért, hogy változtassanak az állapotukon, ezen a demencián, de voltak olyan vitaminok konkrétan, tehát zömében egyébként vitamin vagy egyéb étrendkiegészítő, amit pluszba hozzá kellett rakni a protokollhoz, ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és vissza tudják fordítani ezeket az állapotokat. Úgyhogy, hát, jó, mindenki eldöntheti maga, hogy szeretne élni. Igen, viszont Gábor üzenetéből mindenképpen kiemelném azt, hogy a leghatásosabb vitamin az életkedv és a jó humor, mert hogy gyakorlatilag amikor úgy élünk, hogy pozitívan élünk, és körülvesszük magunkat olyan emberekkel, akik pozitívak, akkor én hiszek a vonzás törvényében, abban, hogy amilyen emberekkel vesszük körül magunkat, mi is olyanná válunk, és ez sosem késő elkezdeni. Képzeld el, Zsolti és kedves hallgatók, hogy az utóbbi években nagyon-nagyon sok olyan embert, most csúnyán mondom, eltávolítottunk az életünkből, akik negatívak voltak, akik nem vittek előre bennünket, és most jön a lényeg, egész egyszerűen elkezdtek jönni az életünkbe, nem kerestük, tehát nem direkt, elkezdtek jönni az életünkbe a pozitív emberek, akik tényleg előre vittek minket. És ekkor jöttem rá arra, hogy basszus, ez működik, tényleg. Hihetetlen, de valóban így van, hogy működik, úgyhogy tényleg a jókedv és a pozitív hozzáállás az mindenképpen számít. Gondolom, hogy ezzel egyetértesz. Erről azt hiszem, hogy már amióta itt vagyok a műsorban, elég sokszor beszélgettünk, igen, ez mindig feljön ez a téma. Ugye a nevetés, meg az, hogy ki kell veszed körül magadat, hogy tudsz-e úgy élni, vagy úgy hozzáállni az élethez, hogy a szépet meg a jót látod meg benne, és nem mindig a rosszat. Amire koncentrálunk, valahogy érdekes mód az, ami körülvesz minket. Tehát, hogyha jóra, akkor az, hogyha a rosszra, akkor valahogy mindig a rossz. Ez ugyanolyan, mint hogy valaki döntse el, hogy vitamint akar-e fogyasztani, vagy sem. Saját döntési jogunk van ezzel kapcsolatosan. Az ember ad hozzá adatokat, de hiába mondod el egy csomó embernek, hogy jó emberekkel vegye körbe magát, és valamiért nem veszi körbe magát vele. Igen, alapvetően bennünk szokott lenni egyébként a hiba, ha szabad ilyet mondanom, mert hogy ha mi állandóan panaszkodunk,
és tényleg ez tölti ki az életünket, akkor ne csodálkozzunk rajta, hogyha olyan emberek vannak körülöttünk, akik szintén így állnak hozzá, de remélem, hogy ti kedves Max Rádió hallgatók egyre inkább pozitívak lesztek, és egyre inkább hasonlóképpen pozitív emberekkel veszitek körül magatokat, és hallgatjátok továbbra is a Max Rádiót, legközelebb is tartsatok velünk, ugyanígy a Vitaking Kft. Részéről Nagy Zsolttal fogok beszélgetni. Zsolti, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és üdvözlök minden hallgatót. Szia, szia! Szia! Max Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.